Tehát köszöntöm Önöket a Cigányvárosi Stadion és Utánpótlás Központ sportlétesítményének átadásán. Külön köszöntöm dr. Hölcsik Riád urat, az MPN országgyűlési képviselőjét, Stumpf Attila urat, a Cigány járási hivatal hivatalvezetőjét, a MOL VDSC megjelent képviselőjét, Kovács Zoltán sportigazgató urat, illetve Balogh Tamás vezető scout, vezető scout menedzser? A Cigánydese megjelent képviselői, természetesen Széné Péter és Krisztás Tamás urat, a Cigánydese vezetőit. A kivitelezői cég részéről nagy tisztelettel köszöntöm Brand Krisztán urat a ZKFT képviseletében, és ezúton szeretném nekik megköszönni, hogy milyen hibátlan, precíz és pontos munkát végeztek, és ezáltal, ha körbenéznek az épületen, tudom őket ajánlani jó szívvel bármilyen építkezésnek. Krisztián, köszönjük szépen még egyszer ezt a fantasztikus munkát, hiszen az utolsó két hétben nagyon is belehúztunk itt, aki talán mi tegnap kijött, az mi láthatta, hogy még lámpákat még akkor szerettük csak fel, úgyhogy hála Istennek elkészültünk, köszönet az ő hozzáállásukért. Természetesen köszöntöm kollégáimat a Bodrog közben a megjelent polgármestereket. Külön köszöntöm Dácó István urat, a Weinberg 93 Kft. Tulajdonosát, illetve Götz István urat, illetve barátait, kísérleteit. Köszöntöm Cigányváros megjelent képviselőtestületének tagjait, vezetőit, szurkolóit, és nem utolsó sorban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat képviselőit, akik nem csak a MOL FC vidének, hanem a Cigány esének, illetve Cigányvárosának is szoros barátai, hiszen 2011 óta egy kistérségi gyerek esélyprogram keretében együtt dolgozunk. 7 év alatt képzeljék el, több mint 10 000 gyerekhez sikerült nekik eljutni. Ez nem minden napi teljesítmény, és ez az, amire további szükségünk van, illetve ők szervezték meg a mai mérkőzés után a játékosokkal való találkozást a gyermekeinknek, tehát lesznek lehetőségük arra, hogy közös fotót készítsenek velük. Köszönet a Mártának ezért a segítségét. Igazi futballünnep van Cigányban, sokszor hallottuk ezt a kifejezést már, és talán már unjuk is, hiszen nem csak egy várva várt sportlétesítménnyel gazdagodott a városunk, Cigányd és a Bodrog köz, hanem ráadásul az aktuális magyar bajnok ellen, a MOL VDSC ellen játszhatunk Magyar Kupa selejtező mérkőzést a sors akaratának megfelelően, illetve a Jóistennek. Nyilván a két klub részére egészen más jelent az a mérkőzés, melynek teljesen más ambíciókkal várnak neki, de elmondhatjuk, hogy Cigányt, a Bodrog köz és a Zempén futball szerető szurkolói már most is mérhetetlen izgalommal várják ezt az eseményt. Tudom, hogy a szurkolók javarészt egyébként azért jöttek el a mai napon, hogy találkozzanak a MOL VDSC játékosaival, de engedjék meg nekem, hogy egy kis időre azért a cigányi sportéletben történő fejlesztésektől, aktualitásokról tájékoztassam Önöket. Klubunk és településünk sokak véleménye alapján lámpásként világít az ország leghátrányosabb helyzetű, ám annál nagyobb történelmi múlttal rendelkező Trianon által kettőszakított tájegységben, itt a Bodrog közben. A Cigánydese járási és utánpótlás központként működik, és küldetésének tekinti a térségünk tehetségének, gyermekeinek sportra való szeretetet, nevelését. Önerővel ezt elérni és fenntartani higgyék el, hogy óriási feladat. Ezen létesítmény átadásával remélem mindenki láthatja azt, amit mi, hogy jó kezekben van az ország keleti bástyája, jó gazdái vagyunk Magyarország kormánya által ránk bízott feladatoknak, a forrásoknak, illetve jó példai annak, hogy kemény munkával, kis dolgokban is lehet idővel nagyokat csinálni. Több mint 200 utánpótláskorú labdarúgó gyerek focizik nálunk, akiknek még az utaztatását is a egyesületünk fizeti. Sokan nem tudják, de nálunk nincsenek kötelező tagdíjak, nincsenek havidíjak, de nem azért, mert annyira tehetősek lennénk, hanem azért, mert ezen a környéken élők nem is igen tudnák ezt megfizetni. Hogy honnan szerzünk ezt forrást? De valóban sokszor magam sem tudom, hogy miért csináljuk, miért válunk ekkora terhet. Ezt elég sokszor megkérdezik tőlünk, sőt, olykor talán bolondnak is tartanak bennünket, hogy ennyit foglalkozunk a gyermekekkel. De úgy érzem, illetve úgy érezzük Ablonci Dániel alpolgármester úrral, aki egyébként a CIS-ének az elnöke, hogyha minket megbízott egy város és egy térség azzal, hogy foglalkozzunk a jövőnkkel, akkor a gyerekekkel kell kezdenünk a jövőépítést. Az ő egészségüknél nincs fontosabb ezen a világon, és úgymond ez minden pénzt megér. Mi pedig csak majd akkor nézhetünk nyugodtan tükörbe, ha mindent elkövettünk és mindent követ megmozgattunk azért, hogy ez sikerüljön. Hiszünk benne, hogy gyermekeink számára a labdarúgás egy olyan kiürülési lehetőség lehet az életben, amit más területen ezen a vidéken nagyon nehezen vagy talán egyáltalán nem találhatnak meg. Szegény környék ez, de
miért ne lenne arra esély, hogy itt lehet köztünk valamelyik korosztályos csoportban az elkövetkezendő Gera Zoli, Puskás Jocsi, Kovács Zoltán. A tehetségeket, ahogy szokták mondani, nem lehet pénzzel megvenni. A tehetség egy adottság, de a tehetség hamar elvész, ha nincsenek szerető és elfogadó közeg körülötte, és nem őrzik gondos, szaktudással rendelkező kezek. Hát tisztelt megjelentek, nekünk itt Cigándon ez a küldetésünk, vigyázni és építeni a jövőnket a saját gyermekeink által. Egy ilyen pici önkormányzatnak, mint a miénk, nyilván nem bírna egyedül fenntartani egy ilyen szervezetet, mindennapos harc megy a forráskutatás miatt a fenntarthatósághoz. Önkormányzatunk is a maga szintjén támogatja ezt a küldetést, köszönet érte minden képviselőnek. De azért kapunk sok más segítséget, és így szeretnék köszönetet mondani dr. Hölcsök Riár úrnak, a térség országgyűlési képviselőjének, aki szívügyének tekinti a településünket, illetve a sportegyesületünket. Által természetesen köszönet jár Magyarország kormányának, a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, a Belügyminisztériumnak és az egykori NFM-nek is. De rajtuk kívül szeretnék kiemelten köszönetet mondani Gérdán Sándorúnak, aki szívügyeként tekint a cigányi futballra. Sajnos ő még nincs itt ezen a napon, de ő több mint 10 éve áll az egyesületünk mellett. Köszönet természetesen minden egyéb segítőnek, akik tavójukkal, egyéb más forrásukkal segítik önkormányzatunkat, és kiemelten szeretném megköszönni még egyszer a Weinberg 93 Kft-nek a minden éven a tavós felajánlását. Közel 4 éves munka után elkészült a Cigányvárosi Stadion és az utánpótlás központunk. A beruházásunk összességében 302 millió forint összegű TAO támogatással készült el, illetve 144 millió forint összegű BM és NFM támogatással valósult meg két fejlesztési ütemben. Az első ütem volt a Városi Stadionnak a kialakítása, ez az a hely, ahol most vagyunk. Itt centerpálya, edzőfelület, kis műfőspálya, lelátó, hangosítás, vendégszektor, klubház, öltöző, korlák, labdafogó hálók, eredményező és kispaluk kerültek telepítésre. A második ütemben pedig az utánpótlás központ kialakítása, ott egy nagyméretű műfős pályát és egy nagyméretű füves pályát sikerült kialakítani, lelátóval, öltözővel, világítással, csolórendszerrel, de a harmadik is egyben utolsó ütem pedig még várat magára, hiszen jelenleg keressük a forrást és a lehetőséget, hogy az utánpótlás központ mellé egy új kiszolgáló létesítményt építhessünk. Ha ezek sikerülnek, akkor befejeződnek az infrastruktúrális fejlesztések Cigándon, és minden erőnkkel csak a gyerekekre tudunk koncentrálni. A források legnagyobb részét viszont mi is TAO forrásokból igyekszünk feltölteni, már amikor ugye ez sikerül, ezen az éven sajnos nem sikerült teljesen, ezért tisztelettel kérem önöket, hogy amennyiben módjukban áll és kapcsolatrendszerük lehetővé teszi, segítség és támogassák klubunkat és ezáltal a céljainkat. Mielőtt viszont elköszönnék és befejezném hosszú és talán mutató beszédemet, és átadnám a szót dr. Hölcsik Riár úrnak, a országgyűlési képviselőnek. Engedjék meg nekem, hogy felolvassam Orbán Viktor miniszterelnök úr válaszlevelét, amelyet a létesítmény átadására szóló meghívásomra küldött. Tisztelt polgármester úr! Köszönettel megkaptam a felkérését a Cigányvárosi Stadion és utánpótlás központ avató ünnepségére, valamint meghívását az átadó sportlétesítményben megrendezésére kerülő Cigándese Molvid FC labdarúgó magyar kupa mérkőzésre. Kérem, fogadja köszönetemet a meghívásért, illetve a sportberuházás átadására szóló felkérést, azonban engedje meg, hogy jelezzem önnek, hogy egyelőre a lekötött programjaim sajnos nem teszik lehetővé számomra, hogy CV és felkérésének eleget tegyek. Megértését köszönve kívánok a Bodrog közt tehetséges ifjú focistáinak eredményes felkészülést a birtokbevett létesítmény falai között, a kupamérkőzésre látogató futballközönségnek jó szórakozást, önnek pedig a munkájához sok sikert és jó egészséget. Tisztelettel Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Ezek után viszont már nincs más dolgunk, csak az, hogy ünnepeljünk, játszunk egy jó és egy sportszerű meccset egy remek ellenféllel szemben, élvezzük ki mindannyian azt, hogy a Vili eljött hozzánk, és kívánjuk nekik a sok sikert az elkövetkező nemzetközi meccsekhez, mind a cigándiak, mind pedig Magyarország futball szerető közössége nevében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, hajrá Cigány, hajrá Vili! Tisztelt polgármester urak, igazgató urak, kedves sportszerető barátaim! Nagy nap ez a mai, minden nap, nem csak azért, mert vasárnap van Cigándon és a Bodrog közön, hanem azért is, mert ünnepeljük a sportot. Cigánd városa címerében van egy szlogen, értékből lendület. Azt hiszem, nem mondok közhelyet, sokszor elhangzott,
hogy sokan ugyan megkérdőjelezik, de számunkra egy valóság, hogy a sport milyen értéket jelent. Hogy a futball milyen értéket jelent. Ez csak azt tudja, aki itt él Cigándon, itt él Bodrog között. Hiszen ez egy olyan érték, ami évtizedek óta meghatározza ezt úgymond ezt a hátrányos helyzetű térségű települések sokaságát. Köztük Cigándét is. És látszik, hogy a futball szeretete milyen értéket teremtett. És látszik, hogy ez milyen lendületet hozott ennek a városnak. Hát ha van példa, hölgyeim és uraim, hogy a futball mit jelent Magyarországon, mit jelent Bodrog között, Cigándon, akkor azt mondhatom, hogy igaz ez, hogy ez az érték lendületet adott. Hiszen közel 500 millió forintos beruházáson vagyunk túl, és még nem vagyunk a végén. Tessék nekem megmondani Magyarország városai közül, nagyságrendjében, ki az, aki ugyanezt fel tudja mutatni. És ezt alulról jövő kezdeményezésből, nagyobb részt önerőből csináltuk. Szeretnék gratulálni polgármester úrnak. Persze voltak sokan fanyargó emberek, hogy minek ez a sok pénz, minek költik erre a pénzt. Nos, nem csak egy csapat van előttünk és az utánpótlás, hanem 250 utánpótlást jelentő fiatal. Nem csak Cigándról, hanem Újhelyből, Patakról, egész Bodrog közről. És ez jelenti igazán azt az utánpótlást, ami hál' Istennek, hogyha számba vesszük, nagyon sokan játszanak. Itt tanult, itt nevelt gyerekek, más jelesebb csapatokban. Mi ezt is értéknek tekintjük. És ne felejtsék el, hogy ez egy lendületet hoz a térségnek. És fontos elmondani, hogy sokan kárhoztatnak bennünket, de mégis igazán mi itt Zemplénben tudjuk, hogy mit jelentenek ezek a sportegyesületek, ezek az építmények. Itt közel 500 millió forint beruházás történt. Sárospatak köszöntöm polgármester urat, akivel együtt végig küzdöttük, közel 1,5 milliárd forintos beruházáson vagyunk túl. És tessék megnézni a SUSI-t, a Sárospataki utánpótlás intézetet, hogy mennyi fiatal tud megmozgatni, hitet, reményt ad, felemelkedést ezeknek az embereknek. Ez is hozzátartozik. Innen azt szokták mondani, hogy elmennek a fiatalok. Nem. Köszönhetően a sportnak, a futballnak ide visszajönnek a fiatalok. Ezt se tessenek elfelejteni. Ezért vagyok büszke arra, hogy ez a kezdeményezés végül is célba talált. Bármi legyen az eredmény, én büszke vagyok arra, hogy itt lehetek, és én emlékszem arra, hogy voltak szebb napjai is a Cigánd esélynek, amikor a fiam pincénél megünnepeltük Sárospatakon, Hercegkúton az, hogy feljutottunk a MB2-be. Hát ez csak azt tudja, hogy milyen erőfeszítést jelentett, nem csak a sportvezetőknek, hanem főleg a szponzoroknak, aki ebben részt vett. Ehhez is gratulálok, és remélem, hogy majd vissza fogunk kapaszkodni. És nem csak Cigándot nézzük, hanem Borsod-Abolcs-Zemplén megyét. Milyen együtteseink vannak? BVTK, Mezőkövesd, és bizony 2 évvel ezelőtt harmadikok voltunk a Cigándi ese, az MB2-vel. Nos, ezt se tessenek elfelejteni. Hölgyeim és uraim, én kívánok jó sportolást, természetesen mi úgy megyünk neki polgármesterünknek a meccsnek, hogy győzünk. Mondta a miniszterelnök úrnak, ha eljött volna, akkor biztos kikapunk, de ha nem jött el, akkor most biztos győzelmet aratunk. Várjuk a Fradit, hogy mi lesz a következő. És én szeretném megköszönni a Vidinek is azt a sok-sok erőt, kitartást, mert azért félszemünk csak odafele megy. Nézzük a kupamérkőzéseket. Én remélem, hogy a magyar futballnak nem csak lesz, hanem van is jövője. És mi ebben a folyamatban Cigán, Zemplén egy kis szelet vagyunk. Hajrá Cigán, hajrá Vidin! Ez egy ilyen nyilatkozó. A további tárgyalások, hogy ez jó.